Nelson Mandelához, Martin Luther Kinghez hasonlított önmagát. Azt szeretném kérdezni, hogy van egy nyomása arról, hogy ellenük bármikor is eljárás folyt volna a jogosulatlan gazdasági előnyek. Nelson Mandela és Martin Luther King ellen jogosulatlan gazdasági előnyek megszerzése miatt. Nézd, hogyha a három szememben hős ember pályafutását, munkásságát figyeljük, akkor mind a három embert a politika csinálta ki. Hogy más eszközzel, az egy más kérdés. De ki csinálta? Az egyiket a politika elővette, a másik kettőt meg lecsukatta. De ugyanaz a politikai eljárás folyt ellenük, mint ami most gyakorlatilag velünk szemben zajlik. És gyakorlatilag azok sem voltak jogosak, azok az állítások. Jogtalanul csukták le mind, vagy a kettőt jogtalanul, és a másikat jogtalanul lőtték le. Tehát mind a három politikai koncepció volt. Egy másodpercre engedje meg, hogy én is egy picit reagáljak. Ugye Nelson Mandelát hozta fel ön az előbb. Azért ezt nem kell elfelejteni, hogy nem egy-két gyilkossággal kapcsolatos ügy volt, és hogyha már mérlegelni szeretnénk gazdasági és egyéb más ügyekbe, akkor szerintem ez erősen párhuzamot kell állítani, hiszen az egy adott rendszer támadott, és azt nagyon jól tudja, hogy gyilkossági ügyekkel robbantása terül most az át az apát egy rendszerbörtönbe, ha csak őt nézzük. Szerintem rossz a hasonlat nagyon, és nem hiszem, hogy ide élő lenne. Nem, én hoztam föl már elnök úr. Ugyanazokat az érveket hallom elnök úrtól, amit a Jobbik hangozta a Gárdai kapcsán, hogy politikai koncepciós eljárás végig elmenni. Ezt nem nekem kell feltenni, hanem szerintem, amikor önök sajtótájékoztatóra mennek a parlamenti pártokhoz, akkor ezt a kérdést oda tessenek címezni, és nem nekünk. Nem nekünk. Mi erre, hogy a Jobbik hogyan és miként, erre mi nem tudunk választani. Mi a Jobbikkal mindig megküzdöttünk mindenhol, mindig szembeálltunk velük a hazai cigányság igazáért, és soha Jobbik ügyben nem álltunk oda egyetlen egy parlamenti párt mellé sem. Soha. És nem szoktunk menetelni fehér lovon, mint Horthy Miklós, ahogy tette korábban. És tudja, mi a furcsa? Önök ezeknek a szervezeteknek teret biztosítanak a saját médiájukon keresztül. Miért? 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 Miért adnak teret a szélsőséges ideológiának? Miért hagyják, hogy az emberek félretájékoztatása ebben a... vagy miért akarják étetni az emberekkel, hogy az, amit a Jobbik meg a Gárda képvisel, az ennek az országnak jó? Miért? Például itt van az Echo Televízió. A gárdisták és a jobbikos emberek ott dolgoznak főállásban. Vajon miért? Miért ad Széles Gábor milliárdos teret a saját televíziójában a szélsőséges ideológiában? Miért? Mi az a politika és gazdasági érdek, ami miatt Széles Gábor milliárdosként ezt megengedheti magának? Miért? Nincs olyan beszélgetés a Hír TV-ben este, ahol a cigányokat ne ordinálni módon, ne kennék fel a falra, ne mutatnák be a cigányembert úgy, ahogy egy állampolgár nem illik bemutatni. Vajon miért? És nem önöket bántom, mert persze Ludas a tegnapi napló miatt a TV2, az RTL klub, a Mónika Show, meg a többi miatt, természetesen. Mindenki megpróbál a szegény, nyomor helyzetben élő romákból reklámot, piárt és önmaga számára szenzációt csinálni. Na, de hát itt emberekről van szó, uraim. És önök nem veszik észre, hogy az önök hangulatkeltése, negatív hangulatkeltésének gyilkosság áldozatai lettek a romák. Mert önöknek abban volt része, hogy milyen hangulat alakult ki a romákkal szemben ebben az országban. És az a négy ember, vagy hat ember, vagy nem tudom hány ember, aki lemészárolta a romákat, nem fogta a puskát, kivette az ágy alól, és kirohant, és lelőtte a romákat. Azokat valaki felhergelte, vagy ne adj Isten megbízta. És én úgy gondolom, tessenek átgondolni. Nem hiszem, hogy Magyarország utcáin a romák és a nem romák egymásnak kell, hogy essenek. Tessenek a békés együttélés irányában önök is, és ne úszítással foglalkozni. És elnézést kérek, természetesen nem bántva a Hír TV-t, meg a Magyar Nemzetet, meg a Echo TV-t sem, de ami az elmúlt 2-3 hónapban roma ügyben ebben a három médiában történik, az több mint, az kimeríti az úszítás fogalmát. Az én megítélésem szerint. Nem szabad ezt csinálni. Felelősen gondolkodó emberek. Én értem egyébként. Nem tudja fenntartani magát egy média se.
nem tudja magát fenntartani egy média se, ha valaki vállalkozói kör nem tesz bele pénzt. Na de hát nem szabad a pénznek mindent alárendelni. Embercentrikussá kell válnia a médiának, és kell válnia ennek az országnak. Különben újabb áldozatai lesznek az úszításnak, a romellenes hangulatkeltésnek. Mondom én egyszerű laikus cigány emberként, ott a hölgy volt először is utána az újjönben. Parancsolj! Előtt rögtön, magam az információt kérdezni, kettő darab kérdésem lenne. Az első az, hogy van-e információjuk arról, hogy esetleg más pártnál történt-e hasonló eset, mint az RCA fiatalúgat lépénteket, illetve a második kérdésem lenne, hogy ez a pénteki eset kapcsán kaptam-e visszajelzéseket az MCA-s vezetőktől, hogy hogyan viszonyulnak. Köszönöm szépen a két kérdést. Hát az első kérdést, nyilvánvalóan más pártoknál az én információim szerint nincs vizsgálat. Egyetlen attól, hogy a parlamenti pártok egy választásra 178 millió forint helyett 4-5 milliárd forintot költenek. Vajon miből? Hogy számolnak el? Nyilvánvalóan őket az állami számlevőszék és az igazságszolgáltatás nem támadja meg. És én ennek tudom be gyakorlatilag a pénteki akciót. Én bízom abban, hogy az ügyészség vagy az igazságszolgáltatás, mondhatnám így is, heteken belül lefoglalja a Fidesznél az összes iratanyagot, lefoglalja az MSZP-nél az összes iratanyagot, és minden parlamenti pártnál lefoglal mindent, és elindul egy olyan vizsgálat gyakorlatilag, amit velünk szemben foganasítottak a múlt hét pénteken. Mert ha mi, akik egyébként választási párt és csak választáskor jelenik meg a politikai palettán, úgy bánt velünk az igazságszolgáltatás, mint hogyha mi alkotnánk az orosz alvilág valamilyen szintű központját, akkor ott, ahol milliárdok tűnnek el egy választás kapcsán, nem történik semmi, ez számomra furcsa. A péntek, ugye? Az volt a másik kérdés. A vidéki szervezeteink. Tehát a vidéki szervezeteink felháborodtak a pénteki roma összefogás párt elrohánásain. Bár igaz, hogy a magyar nemzet megpróbált olyan embereket megszólaltatni személyem irányában, akiknek ma sem hitele, sem szava nincs a román körében. Nem akarom minősíteni egyiküket sem. De a megszólalók közül van egy képviselő, akinek a gyerekei romaként a gártista tagjai. Az egyik kollégám azt írta és azt üzente neki, jó lenne, ha apai szerepét betölteni, tudna a gyerekei fölött kontrollt gyakorolni, azért, hogy a demokratikus elvárásoknak megfelelően folytassanak a polgári életet ott, ahol ők élnek. Én úgy gondolom, hogy ebből, hogy pénteken mi történt, mi állunk a vizsgálatok elé, nincs mit takargatunk, és nincs mitől tartanunk. A rendőrség, vagy inkább úgy mondanám az ügyészség, a vámos pénzügyőrség tegye a dolgát, és amikor ránk szüksége lesz, akár kihallgatás, akár további adat vagy iratszolgáltatás, mi ezt fogjuk tudni számukra biztosítani. Mindenben együttműködünk velük. Hiszen fontos, hogy a roma összefogás párt tiszta lappal kezdje el azt a munkát, amivel bízok benne, hogy nagyon rövid időn belül meghozza a maga saját gyümölcsét.